Köszönöm. Ne lássák rajtad, hogy összetörtél. Szóval, te is össze szoktál törni? Hát, mostanában már nem, de régen kicsi és lelkileg labilis voltam, mint te. Ha-ha. Komolyan? Hány éves voltam? 8, talán 9, és minden vágyam az volt, hogy a helyi cserkész csapat tagja lehessek. Szóval az anyukám összespórolt annyi pénzt, hogy vehessen nekem egy vadonatúj egyenruhát, mert eldöntöttem, hogy be fogok kerülni. Még akkor is, ha csak én leszek ragadozó a csapatban. Az egyetlen róka. Oké, Nick. Úgy volt, hogy tagja leszek a falkának. Jöhet a beavatás? Igen, mindig is erre készültem. Olyan boldog voltam. Oké, emeld fel a jobb mancsodat, és mondd el az esküt. Én, Nicholas White, ígérem, hogy bátor, lojális, segítőkész és becsületes leszek. Annak ellenére, hogy róka vagy. Mi? Ne, ne! Mit csináltam rosszul, fiúk? Mondjátok el, hogy mit csináltam rosszul! Mégis mit tettem? Ha azt hitted, hogy megbízunk egy szájkosár nélküli rókában, akkor butább vagy, mit hittük. Mi az? Sírni fogsz? Aznap két dolgot tanultam meg. Egy... Többé senki sem láthatja rajtam, hogy összetörtem. És kettő? Ha a rókákat a világon mindenki megbízhatatlannak és sunyinak látja, akkor nincs értelme másként viselkedni. Nick, te ennél sokkal jobb vagy, hidd el! Hű, eléggé nagy a forgalom.